Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, és hát mostanra sokak kezében ott van már a könyv, úgyhogy ez az előadás egy kicsit különbözni fog azoktól, amiket eddig tartottunk, mert az a számunk, hogy már néhányan már olvassák, és előjáróban annyit tudok mondani, kezdjük egészen az elejétől, hogy miről szól ez a könyv, hát amit a címében is mutatja, a magyar fólállás elmúlt 200 éve és európai beágyazódása. És ide a nyitó diára egy pár olyan embernek az arcképe került föl, akit talán ismerünk, meg talán mégse. Bal oldalon Altman Prosper János pár arcképét látjuk, aztán a Doppler testvéreket nem kell bemutatni. Aztán persze van sokakról nincs ábrázolás, és innentől kezdve megduplázódnak a képek, ugye a fiatal Adolf Terschákot látjuk, egy olyan körülbelül 5-10 év különbséggel készült a két kép elméletileg, illetve a Budapesti Zeneakadémia első fullatmának egy fiatalkori és egy idősebb kori képét, ez pedig Buróze Adolf. És hát nehéz erről úgy beszélni, hogy leegyszerűsítve, tehát instant módon nehéz erről a témáról beszélni, mert ilyen anyag, ami az egész magyar fólállást átfogja, és megkísérli áttekinteni, ilyen eddig nem készült. Tehát összetett témáról összetett módon kéne beszélni, de ígérem, hogy elhaladok az anyaggal, és egy nagy ugrással már is belekerülünk a közepébe. Ez egy 1981-es interjú részlet Ivo Pogorelics, vagy Pogorelich, vagy Pogorelich, ugye inkább szerbváltul ejtve, mert ő egy szerbvált származású világbeli zongora művész. Az ő elevei teljesen így azonosulni tudtunk vele, mert lényegében a modern fóla, a bőnfóla megközelítésében is értelmezhető ez, amit ő mond. Tehát azt tudnunk kell, hogy a zongorahang és a fólahang az párhuzamosan fejlődött a 19. században, és egy zongoristának is elengedhetetlen, hogy ismerje ezt a fejlődést. Mit mond Pogorelics ebben az interjúban? A első is magától értetődő a technikai tökéletesség. Hát ez ugye semmi probléma. Ez nyilván a metodikai, meg a különböző technikai és hangi megközelítéseket jelent fólán. Nyilván zongorán is kimunkálja az ember a technikáját. A mi esetünkben nyilvánvaló módon a modern fólához ugye a francia fólaiskolán keresztül jutunk el, és olyan módon, hogy hát ez a Taffanera-Gober-Moyse féle vonalon keresztül, ugye TGM, tehát nem Tamás Gáspár Miklós, hanem Taffanera-Gober-Moyse szoktuk mondani. Az a metodikai megközelítés, ami számunkra fontos. A második, folytatja Pogorelics, megismerni a 19. és 20. századi zongorista szerzők által tökéletesített zongora hangzás fejlődését és annak megértését. Pontosan ezt kell tenni nekünk is, hogy megértsük azt a fejlődést, ami a barokk fólától a modern fóláig tart, és hogy mi és hogyan formálta a hangzást, a hangzásképet, a metodikát ezen belül. És két fontos dolgot említ Pogorelics, teljesen nem beszéltünk vele össze, az emberi hangot, valamint azt, hogy hogyan használja a zeneszerző a zenekart, illetve a zongorát zenekarként, illetve a meghatározó 19. századi zeneszerzők hogyan használják a szimfonikus zenekart, illetve abban a környezetben a fólát. Erről még szó lesz, tehát ilyen körkörösen fogunk haladni azokkal a témákkal, ami lényegében a könyvnek a pillérei. A harmadik, ez a legfontosabb, hogy megtanuljuk kiaknázni a mi modern hangszerünkön ezeket az ismereteket. Hogyan használjuk a modern hangszert ebben a relációban, hogyha már ismerjük ezt a hangzásbeli fejlődést? Ide odaírtam, ezt nem Pogorelics is mondja, hanem én írtam oda, hogy gyűrűs kontra séma, hát mi lehet ez? Azt tapasztaltuk, hogy nálunk ebben egy picikét információsan zavar van. Tehát a Theobald Münnek két találmánya volt, az 1832-es gyűrűs fóla és a 1847-es általunk is preferált modern fóla. A modernhez tartozik a séma, mondjuk a sémát, az csak cilindrikus furaton működik igazán jól. Tehát itt egy teljesen két találmányban van szó, közötte kb. 15 év szünet van, amikor Böhm nem is foglalkozott a fóla fejlesztésével.
A negyedik pedig a differenciálás fontossága, hát ez mind stilárisan, mind hangszerkezelésben, mind hangkezelésben, ez magában foglalja az összes előző pontokat. Most egy picit megint kanyart veszünk, a könyv tartalmi felépítéséről beszélek, de még ezekhez a Pogorelics pillér témákhoz még vissza fogunk nyúlni. Ugye sokak mondták azt, hogy hát nagyon jó ez a könyv, hogy megjelent, de hát hogy meg milyen vastag. Hát ez megint csak az a dolog, hogy ugye van egy lemaradásunk szakirodalomban, és muszáj volt ilyet írni, még így is rengeteg mindent hagytunk ki belőle. És sokakat elriaszthat, hogy mikor fogom én ezt kiolvasni, hogyan fogom megérteni. Ebben egy picit gyors segítséget így adnék. Tulajdonképpen két síkja van a könyvnek. Az egyik van egy történeti sík, ez lennék ugye én, és a többi pedig többi is történeti, de van köztem művészetelméleti fejtegetés is. Az én fejezett sorozatomban, hogy valaki megnézze a tartalomjegyzéket, tulajdonképpen csak kettő, azt hiszem, hogy kettő olyan eszé illeszkedik, ami nem történeti, hanem ilyen általános fejtegetéseket mutat be. Az egyik az etűd szerepe volt nálam, illetve hogyha tovább megyünk, most fölül a negyedik pontot mondom, a Szabolcs, Szilágyi Szabolcs asztala volt a szimfónia szerzők és a fóra kapcsolata, ez egy nagyon-nagyon fontos, hosszabb értekezés. Arról, hogy a 19. század nagy komponistája fólához hogyan viszonyultak, és milyen modellekkel találkoztak, és hogyan próbálták integrálni ebbe a környezetbe. A párhuzamos életek az már régebb óta ismert anyag, ez a Szilágyi Szabolcs és Kuszverónikának a közös munkája, és lényegében, amikor még 2017 táján még szó sem volt könyvről, ennek kapcsán keresett meg a Szabolcs, mert én is feszegettem ezt a témát, hogy a bőnfóla, hogyan alakult Magyarországon a bőnfóla története, és ez az egyik magja a könyvnek. Aztán kicsit visszanyúlok oda, hogy zenei nyelv, diskókat, ezt nagyon sokan azt gondolhatják, hogy ez valamiféle kapukriás a könyvben, hogy ez hogy kerül ide, ez abszolút nem, ez egy nagyon döntő fejtegetés. Tudnék, a zenei nyelvet tárgyalja, hogy a magyar fólázás milyen zenei közegben valósulhatott meg a 19. század különösen első felében. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges anyag, mondhatni kulcsfontosságú az egész könyv szempontjából. Aztán ugye most ugye én egyedül tartok ebből az előadást, ezt általában Szabolcs a párba csináljuk, de ez nem mindig megoldható. Teljes joggal állhatna itt mellettem Osvárt Viktória, aki szintén ugye fólatanományokban mélyedt el, de üzemeltudományi vonalon mozog. Neki olyan anyagokat köszönhettünk, amivel még soha igazából mélyebben senki nem foglalkozott, hogy milyen volt fólásnak lenni a Horthy korszakban, illetve a Rákosi korszakban, amikor is hát egy eléggé behatárolt ideológia mentén kellett a fólásoknak, mert mindenkinek érdekelnie. Aztán Viktória felvállalta Lajta László és Fóla műveinek a témáját, nagyon fontos, illetve Kusz Veronika jelentkezett egy teljesen új elemzéssel a passzákájáról, illetve a Dohnánynak a késő éveiről. A Dohnányit azt nem lehet eléggé kiemelni, mennyire fontos zeneszerző, és hogy pont egy Fóla, illetve egy Fóla műpárral ugye fejezte be a zeneszerzői pályafutását, rendkívül fontos. Sir James Bowie gondolatai Budapesti látogatása után, ezt nem csak azért tettük be, mert mi nagyon sokat köszönhetünk a Bowie-nak, hanem ez tényleg úgy történt ez a körlevél, amire engedélyt kaptunk, hogy közölhetjük, hogy az első budapesti látogatás után hazament, és megírta a szokásos körlevelet a tanítványainak, és ezt úgy, ahogyan átemeltük a könyvbe, hogy egyfajta reflexiója a jelenkori magyar fólázásnak. Aki nagyon elcsüggedne ettől az egésztől az olvasás közben, annak nagyon ajánlom, hogy a Záró gondolatok című fejezetre ugorjon be, de nem azért, hogy a egész könyvet kihagyja, hanem azért, mert ott igazából olyan eszéket érintettünk, amit nem dolgoztunk végül is fel a könyvbe teljes mértékben, de például a Jenei Zoltánnak a híres nemzetes írása, amit még remélem, hogy még a következő valamelyik dián még említek. Érdekes lesz, hogyha ez így kikapcsolgat, mert többet kell piszkálnom, hogy Jenei Zoltánnak a Szép hang, tiszta intonáció című eszéje, ami kevéssé volt ismert
forrás körökben, mint máig. Ezt elővettük, és ez egy nagyon-nagyon érdekes anyag, és tulajdonképpen ekkor épül, amikor Jelenyi fejtegeti azt, hogy vajon miért, honnan származnak ezek a metodikai hiányosságok, és megemlíti Marcel Mauss nevét is, ami abban az időben, hát az, a kommunista vasfüggő mögött ilyen témákat fezegetni eléggé merész gondolat volt, és nagyon fontos, hogy erről hogy vélekedett. Ezek az előadások történtek eddig, Budapest, Szeged, Sopron és megint Budapest, illetve, hát ez nyilvánvalóan az Egyesült Államokbeli megmozdulások, a Peabody Institute és a Carnegie Mellon Egyetem, az a Szabolcs munkássága, és a könyv iránt nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy angol nyelven is nagyon szívesen látnák ezt a könyvet. Nem csak a történeti részét, hanem akár a fejtegetéseket, a doktrinát, hát ez nekik is rendszeresen fontos, hogy egy magyar zenet, első számú doktrinális kutató, Kusz Veronika mit mond doktrinával kapcsolatban. Úgyhogy ez a jövő mutatványa esetleg, hogy lefordítsuk az anyagot angol nyelvre valamilyen formába. Ez megint csak a könyvvegzei fonalairól néhány gondolat. Amit itt összemontíroztunk a képen, körülbelül egy a nyugati világban egy átlagos fóla művész tanárnak a polcán kb. Ez található meg már évtizedek óta. Tehát itt most itt bújik meg a bőkönyv, ez pont egy angol nyelvű írás. A Leonardo de Lorenzo-nak a munkája az nagyon régóta hozzáférhető, és a többi is, több évtizede elérhető. A Gertner könyv a vibrátorról az is legalább egy, hát ez nem simán van 40 éves. Tehát ők eljön nekik a nyári szünet, leemeli a polcról a szakirodalmat, és szépen nyáron magasgatja. Mi nem vagyunk ilyen kedvező helyzetben, tehát nincsen a fólánknak szakirodalma a magyar nyelven. Utóbbi években ez a helyzet megváltozni látszik, de még mindig rengeteg monográfiára és fejtegetésre volna szükség, hogy nemzetközi és a saját fólázásunkra is rálássunk. Tehát ez még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk. Először is meg kellett állapítanunk annak a kritériumait, hogy egyáltalán a magyar fóla kultúra rát meg tudjuk határozni, ahhoz egyáltalán mire van szükségünk. És úgy találtuk, hogy utána kell járnunk a következőknek. Mi volt a kompozíciók nyelvezete, mi volt az mely nyelv? Volt-e hangszeripar? Hát itt teljesen hogy gyártottak egy fólát, mert ha nem gyártanak, akkor ugye elég nehéz bármiről beszélni. Milyen metodikai anyagok léteztek a fólások számára? Mivel a 19. századról beszélünk, ez a könyvnek a legfontosabb idősítja, ott indul. Mindenképpen meg kell határozni, hogy ezek a metodikai anyagok vajon kézzelfoghatóak-e, vagy szálhagyomány útján terjedtek, illetve van-e ebből valami leírva, vagy kiadásban megjelent. Ezzel picikét adós a magyar fólázás egyébként, majd azt is elmondom, miért. Milyen előadók voltak a hangszeren, a fólán? Itt külön kell választanunk, hogy hivatásosok és dilettánsok. A dilettánsok, azt mindig el szoktuk mondani, az nem azt jelenti, hogy az illető nem tud fólázni és össze-vissza fólázik, hanem olyan műkedvelőt jelent, aki a társadalmi státuszánál fogva, mondjuk arisztokrata, nem lép föl pénzre nyilvánosan, hanem valamilyen más közegben mutatja meg a jártasságát, ami egyébként lehet, hogy nagyon-nagyon magas. A hivatásos zenész az viszont valamilyen formában játszik a színházban, vagy virtuóz szólistaként mutatszik, ugye rázatja magát ilyen szekereken, és egyik városról a másikra megy. Ő viszont neki ezeken érkeresete, hogy néha tanítványokkal foglalkozik, és koncerteket ad, illetve még virtuóz műveket is kötelessége komponálni. Ebből adódóan a következő pont, hogy ki tudunk-e mutatni mestertanítvány láncolatokat Magyarországon fólából? Ez egy nagyon nagy kérdés. Tudnélik, ez eléggé töretlen a világ más pontjain. És zenekari környezet, zeneszerzők, hogyan alakult az adott időintervallumban és földrajzi helyen a zenekari környezet, amiben a fóla illeszkedik, illetve hogyan illeszkedik? Hát nálunk erre elég jól megadta a választ az Erkel Ferenc és a Doppler testvérek, úgyhogy mehetünk is egy kicsivel tovább. Hogyha. Mit tesz tehát a szimfonikus zenekar a baroktól a modern fóláig való fejlődésében? A szimfonikus zenekar faktúrája mindig
megvizsgálja az adott fólát. Ugye elég viharosan változtak a fóla modellek a 18. század végén, a 19. század elejétől. A barokk fólát egyre több billentyűvel látták el. És az ekkor folyamatosan vizsgálta, hogy ezt a hangszert, ezeket a hangszervariánsokat hogyan tudja használni a nagy zeneszerző, tehát a virtuózok azok megoldották a maguk problémáját a hangszeren, de hogyan tudja egy nagy zeneszerző használni a szimfonikus környezetben. Tehát a szimfonikus zenekar mindig vizsgálja a fólát, és legitimál bizonyos játékmódokat, hangzásokat, vagy nem legitimál, és hogyha viszont legitimálja, akkor magába fogadja, és mint elfogadott közfelfogás által elfogadható esztétikumnak fogadja el. Na hát erről már beszéltem, ez most egy picit ilyen nem ide való ez a kis felszólalás. Valóban ez a egyik probléma a napjainkban, hogy a szakirodalom az nagyon lassan bontakozik ki fonából, tehát ezen próbáltunk meg segíteni. Ez most nem tudom, hogy kerül ide. Miért született a könyv? Hát ez az egyik oka, mert összefoglaló munka eddig nem volt. Miért most született? Most állt össze annyira ez az egész kutatás, meg az érdeklődésünk ebbe, és egy ilyen szerencsés csillagállásnak köszönhetően ugye mögé állt a Papagéno, és a Nemzeti Kultúrális Alap egy ilyen nagyon szerencsés mozdulatba bele tudtunk így nyúlni. És ha már ezt így megkaptuk, ezt a lehetőséget, akkor úgy gondoltuk, hogy nem egy leíró jellegű anyagot akarunk létrehozni, hogy elmondjuk, hogy ki mikor született, és ki volt az anyja, meg hol tanított, hanem mindenképpen következtetéseket akartunk ebből levonni, hogy merre tart, hogyan fejlődött, és merre tart most a magyar fólázás. Tehát mindenképpen az volt az elhatározás, hogy bármerre viszi a munka, mi ezen az úton mindenképpen végigmegyünk. Lehet, hogy kettőt léptem. Nem biztos. Hát ez legutóbbi Parlándor cikkből egy ilyen kis kivonat. Ezek is nagyon fontos alaptézések a könyvben. Dilettánsok és professzionális előadók, ezt most elmondtam az előbb egy picikét, hogy erről mit értünk ez alatt. Ebben egy picikét zavar van, mert a fólának rengeteg olyan, főleg pedagógiában használt darabja van, ami nem a nagy zeneszerzésnek a sodorvize, hanem az apró zeneszerzésnek a sodorvize. Tehát ez egy picit keveredik a fejünkben, hogy ki az, aki dilettáns volt, ki az, akire érdemes figyelni, és mi a nagy zeneszerző által komponált fólával kapcsolatos mozzanat. A fóla mindenkori megjelenése a zenekarban, hát erről beszéltem az előbb, hogy hogyan monitorozta végig a 19. században Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler fólát, és hogyan használta, és ez a zenekari hangzás faktúra hogyan legitimálja a fóla hangzását. Harmadik pont, szájhagyomány, oral history, a történeti didaktikai kiadványok. Tehát a második vagy a harmad, második pontban láthatjuk azt, hogy a mestertanítvány láncolat csak az utóbbi évtizedekben vált szilárdá, de ez olyan áron, hogy az 50-es években ugye nagyon sok tanárt kellett nagyon gyorsan kiképezni. Tehát az a szerves folytatása a fólázásnak, ami a nyugatnak egy ilyen töretlen fejlődésnek mutató, abban mi sajnos kimaradtunk. És ahogy erre Balos Anna, aki az először szót írta, és aki hát, sok tekintetben nagyon sokat köszönhetünk neki, mert mentorált ezt a könyvet, hogy a hangszer története egy mikrotörténet a makrotörténetbe, a történelembe. Tehát a magyar történetnek a viharait, ezt a fólázás történet ezt nagyon szépen pontosan leképezi. Böhmről beszélünk megint, Pogorelics elveit már megismertük. Elengedhetetlen, hogy erről az időskáláról, amikor Böhm tevékenykedett, akkor arról többet tudjunk, hogy hogyan alakultak a különféle fóla modellek országonként, mert hogy ez még úgy is változott. Francia fóla iskolával beszéltünk. Nekünk ez a francia fóla iskola, ez úgy, ahogy van, tiltott gyümölcs volt. Tehát Trianon után azért, mert francia, és Rákosi alatt azért, mert nyugati. Tehát nekünk ez teljesen egy olyan dolog, amivel meg kell ismerkednünk minél előbb, és minél gyorsabban, mert ebből feltétlenül deficitünk van.
Művészetelméleti eszék, ez Szabolcsnak nagyon kedvenc veszőparipája, a forrás, ne csak össze-vissza fólázom mindenféle darabot, hanem gondolkodjék is. És lényegben ő volt ebből a szintúrja, amikor a Kusz Veronikával közös eszélyben, a párhuzamos életekben Bartók és kortársainak a viszonyát vizsgálta a fólához. Hát, hogyha most ezt nem akarom ismertetni, mert olvassátok, vagy lehet, hogy olvastátok, hogy milyen problematikák merülnek ott föl, amikor Bartóknak, illetve Kodálynak is, és a többieknek komponálni kellett volára, vagy kellett volna. Megint csak egy gyors ugrás, ami a könyvnek a földrajzi területe az itt látható. Hát itt néhány várost ismerünk föl. Lemberg, Doppler testvérek, Nagyszebe, Terság, Adolf, ugye ő átmenekült a Havasrálföldre, nem akart részt venni a 48-as szabadságharcba, nem akart képesodatni, átmenekült egy pár éve. Fontos zenei központok Kolozsvár, Marosvásárhely, Erdély nagyon-nagyon fontos egyébként a szempontból, Pest, Buda, nyilván Bécs és Prága, ugye, mert ugye azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha jól mondom, hogy a Párizsi Konzervatórium után a prágai volt a következő, ami megnyitott a kapuit, tehát ez nagyon komoly múlta jelentkező, rendelkező intézmény, és ők is most napjainkban kezdik a saját foglalkozási történeteket feldolgozni, akár csak a lengyelek. Tehát körülbelül ez a földrajzi terület, amiről szó van a könyvben elsősorban. Ez pedig már a könyvnek az idősíkja, az a híres neves képet sikerült valahogy befotóznom. 1800-tól halad a könyv Hartai Ferenc nyugállományba vonulásáig. Ugye itt nagyon sok ma már a idősebb generációhoz tartozó Tőzsi Ertáni elvétek megtartott előadást. Szabó Antalnak a bőnfólára szóló könyve, sajnos elfogyott, úgy tudom, de ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, és mi is használtuk. Csetényi Gyula, ugye édesapám, aki Doppler testvéreket feszegette, Kovács Lóránt, Bart István, Bántai Vilmos, Kovács Imre. Tehát itt tőle elég, nagyon-nagyon fontos kép ez. Tehát itt véget ér a könyvnek a merengése a történt dolgok fölött, mivel hogy nem akartunk olyan területekbe menni, ahol mi már szegményünkbe érintettek vagyunk. Tehát azt a történetet majd dolgozza föl a jövendő generáció. Picikét még az idősíkról, most itt vizuálisan is láthatjuk, hogy hol van kiharapva a mi történetünk, egy nagyon szép darab, még ennél nagyobb is lehetne, mert hogy bejön szépen a salgó kalapács, és innentől kezdve mindenkinek annyi, minden kulturális megmozdulásnak. Tehát, hogyha mi nem vagyunk integráltak a világba, akkor egy ilyen elszeparált, ilyen elinkubátorozott területen az nagyon sajátos fejlődési motivumokra lehet számítani. Bármilyen területen, nem úgy a fólázásból, aminek egy összetett esztétikája van, ezt nem tudom, hogy vetítés vége, de hogy is. Na, ilyenkor mi van? Teobald Böhmöt látjuk. Igen, ez a két találmánynak az időpontja. Gyűrűs modell és a ma ismert róla. Körülbelül innentől oda helyeztem egy jó nagy nyilat, onnantól van az, hogy Paul Tafanelnek a játéka és esztétikuma az úgy megfogta mindenkinek az ízlését, és onnantól ezzel válik elfogadott az, hogy bizony-bizony fém bőmhangszeren játszunk. És egy nagyon fontos mozdulat az, hogy nagyon kell tudnunk többet az angol foglalkozásról. Próbáltuk ezt a Böhm történetet egy másik módon elmesélni, mint ahogy a Szabó Antal a könyvében, és mert ő kitűnően elmondja, csak egy picit másképp meséltünk el, és találtuk ezzel nagyon jó ausztrál anyagot, ahol ezt elmesélik, hogy igazából döntő szerepe volt annak, hogy Nicholson foglalkozását hallotta a nagy hangot, és elkezdett egy olyan irányba módosítást keresni a fórán, ami az ő országától, Németországtól teljesen idegen volt. Tehát egyfajta virtuóz vetélkedésről volt szó, aminek a bőnfó lett az eredménye, és az is ugye a könyvben elmondjuk, hogy a fémcsövek azok azért voltak nekik nagyon fontosak, mert pontos méréseket tudott csinálni. Tehát nem kellett a fával bajolni, hanem ha levágok két egyforma fémcsövek, akkor az ugyanakkora. Tehát akusztikai szempontból
praktikus és sokkal előnyösebb megoldást talált, és bizony-bizony a bőnfólanak ez a végső változata, ez nagy hangról szól, ami igazából az akusztikai tereit az Egyesült Államokban találta meg, ahol aztán még további fejlődést érhetett el. Az építészet, meg a nagyzenekarok miatt ott teljesedhetett ki a bőnfóla hangzásvilága. És akkor hogy látjuk mi ezt? Hogy látjuk mi ezt a körünkben? Egyrészt adagolt egy eszköz, mi úgy hívtuk itt, én nagyon vicces, hogy ez a hardware volt a fénybőnfóla, amihez a franciák, sajátos módon a franciák gyártották le a szoftver részt, az elméleti részt, mert ugye hát bőm nem tudott a saját hazájában gyakorlatilag laplábolódni a hangszereivel. És ennek a kettőnek a találkozása az, amikor a modern fóla metodikáról és fóla hangzásról beszélünk, amiből aztán persze francia kézművesek, mint Lullo és a többiek tanítványai készítettek a hangszert, olyan értelemben, hogy mint műalkotás, vagy később Egyesült Államokban a Heinz testvérek vitték ezt tovább. És végül az történt, hogy a modern bőnfóla stílusotárok nélkül megtalálta visszamenőleg is a helyét a repertoárban, úgy ez meghagyóan, mint a szóló repertoárban. De ez nem ok arra, hogy ne ismerjük meg a hangzás történetét és a különböző modellek képességeit. Na hát ez egy nagyon Beethoven genetikai jellemzése, de ez csak egy ilyen kert csinálatnak raktam be, úgyhogy nem fogok sokat beszélni. Hát láthatjuk, hogy Beethoven milyen ütetésű szerző volt. Ott, ahol a B betű van, az ott a Beethoven az X-el. Egyébként ez egy roppant érdekes dolgozat, tehát beleléztem az egészbe, hát nem vállalkoznék rá, hogy így elolvassam az egészet, mert rendkívül bonyolult is ilyen genetikai, ez egy hajtincsből, egy levélhez melléket hajtincsből vonták ki ezt a genetikai képet. Hát ki a magyar fólás? Az, aki a fóláján magyarul beszélhet. A könyvben rengeteg olyan embert láthatunk, vagy találkoztunk elével, aki Adolf, meg Anton, meg mindenféle franc, meg milyen német neveken vannak, de végeredményben nem is a genetikai származása lényeg, hanem hogy ő milyen zenei nyelven szólal meg, és ebben ugye megint csak utalnék a Rizsko Kata által fölvázoltakra, hogy aki magyar zenei nyelven szólal meg, az magyar fólás. És egyébként ezt nem csak én gondoltam így, hanem hogy látni fogjuk, hogy még kicsoda. Ez Szabolcsnak a nagyon kedves témája, ki ölte meg a fólát. Mármint a 19. század elejei fólát, hát Beethoven ölte meg, mert ő volt az, de ő is a saját hibájából. Tehát ő, amikor a fólának egy komolyabb fejlesztései már beindultak a 1900-as évek fordulóján, illetve után vagy elején, akkor neki már a sügyegsége az jelentkezett. Tehát neki már 30 éves korában neki már problémái voltak a hallással. És gyakorlatilag a fóla fejlődéséből neki egy teljesen egy olyan hangzáskép maradt meg, amit gyakorlatilag a fóla fejlesztés meghaladott. És gyakorlatilag hát két mű van, ahol mindent elmond a fóláról, az a Dédu-szeledán, és a harmadik Leonavitán, és az ebben is fejlesztés, mind a kettő Dédu-ban intézi el. És ezzel olyan lyukot ütött a hangszer megítélésén, más nagy zeneszerzőknél is, akik a szimfonikus zenekart formálták és birtokba vették, hogy ez a fólára is hatással volt. Ki volt az, aki visszaemeli a fólát, például a versenymű világába, mert ugye Beethovennek nem írt versenyműket, hát nyilván virtuózok ütnek, de nagy zeneszerzőknek. Hát Reinecke volt az, aki ezt a munkát elvégezte, hogy a nagy zenekari versenyműbe a szóló fólát, azt meri foglalkoztatni, és illetve ha Csajkovszki befejezi az ő fóla versenyét, akkor ő lett volna az. De mindenképpen azt, hogy Beethoven egy ilyen nagy géniusz a fólával, a fólához hogyan viszonyult, hogy bánt vele, az óriási hatással volt a fóla repertoárjára is, és hát negatív hatással. Például láthatjuk azt, hogy Louis Durué volt egy hiányérzet, az, hogy Beethoven nem komponált igazából a hangszerre, és ezt Drué úgy oldotta meg, hogy a hegedű szonátákból ezeket az opusz számokat, ezeket átírta, ezeket föl is szokták játszani egyébként korabeli hangszerűen, és szuperül szólnak.
és volt egy hiányérzet, hogy nagy zeneszerző nem ír a hangszerre, hát akkor valamit csináljunk. És akik fönntartották mégis a hangszer fejlődését, azok a virtuózok, különféle találmányokkal előálló virtuózok, dilettánsok voltak, akik ezen a korszakon, ahol a nagy zeneszerzők mellőzték a fólát, átmentették. És ez a dilettáns mozgalom értelme, hogy amíg a nagy zeneszerzők zavarba voltak a fólával kapcsolatban, vagy kísérleteztek vele a szimfonikus zenekarba, addig a virtuózok mindent megtettek azért, hogy a hangszer technikai aspektusait kiteljesítsék. Nálunk a virtuóz mozgalom, vagy a dilettáns mozgalomról annyit, hogy, és erről lesz még egy dia, hogy talán jobb is azt mutatni, hogy azért nálunk nagyon prominens személyesek voltak a dilettánsok. Hát nem tudom, hogy szerint nálam az én fejemben csak olyan abszolút nem úgy jelenik meg, hogy tudott volna forrázni, tehát ez egy óriási dolog szerintem, hogy őről ez kimutatható. Nem is kicsit. Tehát ez irodalmi körökben ez teljesen is volt. Az, hogy mi nem tudtuk, ez egy dolog. De nem csak fullája volt, hanem a Csákány nevű speciális hangszere volt, ami szintén Széchenynek is volt. Ez egy ilyen furulyatartású és furulyaszerű befúvású, de barokk fullára emlékeztető újazatú instrumentum volt, és sokkal népszerű volt. Aki tudott fullázni, az csákányozni is tudott. Ez, valószínűleg ez Széchenyről is elmondható, ez egy neki ajánlott mű, hát azért ugye ott azért kis dupraztakátós kis dolgok azért vannak. Illetve nagyon ritka az, hogy a dilettánst, az ábrázolásot is ismerjük, és megvan a hangszerés, ő Rogoz István, aki a 48-as, 49-es események alatt Noszlopi Gáspárnak volt a titkára, és később pedig a Somogy nevű folyóiratnak az alapítója és sokáig szerkesztője, neki megvan a fólája, és ismerjük az arcképét is. Tehát dilettánsokból nincs hiány, és jó minőségű játékosokból sem. Föltettük a kérdést, hogy hogyan határozhatunk meg egy fóla identitás, egy fóla kultúra identitása. Hangszergyártás roppan fontos, mert az anélkül nem vagyunk semmire. Kicsit kronológiával látjuk. Sejli vagy Sajli Mihály volt az első, aki Budán elkezdett egybilletűs fólákat gyártani. Az ő tanítványa Blessner, itt már egy ötbilletűs látunk. És végül Koch István az, akit ugye nemzetközileg úgy hívnak, hogy Stefan Koch. De ebből az anyagból egyébként, amit a Klarinét történeti könyv is közöl, és nagyon örültem neki, hogy ő is beválogatta a munkájába, ez egy döntő jelentőségű anyag, amit a nyugati kutatók nem tudnak, hogy a Koch István az Veszprémbe született, és még 45-50 éves korában magyarul beszélt Bécsbe. Tehát neki minimum az anyukája magyar volt. Tehát ez egy nagyon fontos mozanat, mert az ő modellje ebben a térségben meghatározó jelentőségű volt. Az ő tízbillentyűs vagy többbillentyűs, illetve később állábos, ugye a Panauronnak nevezett hangszer, most ebben az adásban kihagytam, mert sosem érnénk a végére. Tehát egy nagyon meghatározó kulcsfigura, Koch István, ő magyar származású mindenképpen. Ezekből az iratokból láthatjuk. Bécsben élő és virágozott kis Koch István, aki 46 esztendő először tett feszíteni, és folyvást beszéli, annyi a tejével szokta magyar nyelvét. Hát ennyi egyértelmű bizonyíték szerintem nem kell. Úgyhogy nyugodtan vállalhatjuk őt, mint magyar fólaépítőt, aki Bécsben teljesítette a küldetését. Itt mégiscsak a Panoramon megkísért minket. A méreteit láthatjuk a modern fólához képest, illetve Rick Wilson egy kaliforniai matematikus és a világ egyik legfontosabb fólagyűjtője, aki nekünk is segített, egy ilyen Koch István-féle panoramát vesz a kezébe. Georg Bayerről szól a könyv, de most ebből az előadásból kihagytam. Itt ez a híres neves adat, ami mindig megkísértett minket az elmúlt 30 évben, hogy fóra verseny egy doppeltőnen, tehát kettős fogásokkal. Tehát akkor végre egyszer az előttünk van a dokumentum is, hogy akkor ez nem egy szóbeszéd, hanem akkor tényleg volt egy ilyen fólagvész, aki kettős fogásokkal játszott különböző műveket, illetve komponált ilyen műveket. De ez sem ismert annyira, hogy a Koch István tanítványa, Ziegler János, vagy más tényleg más Ziegler, közösen azon a hangszerkiállításon, ahol
1852-ben Böhm totálisan győzelmet aratott a modern fólával. Ott már a bécsi hangszerkészítők eléggé el voltak úgy felejtve. Ott megkereste Zieglert Ricciardi, a Virtuóz, és egy közös modellt fejlesztettek együtt, ez volt a Ricciardi-Ziegler fóla, és ez pedig Gianluca Petrucci segítségével jártuk körül ezt a témát. Nagyon fontos, hogy egy magyar származású fóla építője ilyen fejlesztésbe vett részt. Visszacsatolunk Drüéhez. Hát itt hát jobb oldalra, ha jól megnézzük, látjuk egyrészt a Szent Iván-i járónyitányt, azt a Madame Drüé énekel, és aztán pedig egy új koncertot játszik Drüé, mindezt úgy, hogy Mendelssohn vezényli. Tehát ez egy megint egy nagy zeneszerző, és egy fólásnak a kapcsolatáról látunk adatot. Ezt azért tettük be, mert ezt nagyon szokták szeretni az előadáson, ezt nem hagytam ki. Ez Drüének a fóla iskolájából egy olyan etűd, ami nem fordítva van Beszkennelve, hanem ez Gélágos fólára írodott, ami tisztán azt jelenti, hogy ez bécsi rendszerű, tehát franciák nem foglalkoztak ilyennel, hogy akkor Gélágos meg. Tehát beemelt egy olyan anyagot is a fóla iskolájába, hogy amivel elismerte azt Bécsnek a jelentőségét, a bécsi fejlesztési fólának a fontosságát. Schubert, most már egy picit begyorsítunk, megint csak a különféle fólarendszereknek a problematikáját tárgyaljuk. Zselizikastét látjuk, meg az alaprajzot, ott volt a Schubert szobája, ezt mostnál alapítják át ilyen múzeummal, vagy nem tudom, látogatható-e, mert egy elég fontos, hogy a kultúrálisan az alakulni. Azt nem tudom, hogy tudtuk-e, bár az egyik ilyen elszeradt virágok kérdése benne van, hogy van egy első változata az ötödik variációnak, ami nem az általunk ismert ilyen nagyon szuper Virtuóz Plusz variáció, hanem egy ilyen hálábas őrület, és rengeteg H-hang van benne, és nem mi, hanem más nyelvtudósok felvetették azt, hogy valószínűleg volt a darabnak egy olyan változata, ami volt egy bécsi verzió, kis H-hangból, és volt egy nem bécsi verzió, amit valószínűleg Drüének dolgozott át Schubert, ami általunk ismert ötödik variációt játszhatja a fólással. Ez a koncertplakát pedig azért nagyon fontos, mert Doppler Ferenc nevéhez fűződik minden bizonyal az, hogy ezt a művet Schubert Andante és Variationen Pianoforte und Flöte, hogy ő ezt koncertteremben megszólaltatta. Az a nagy kérdés, hogy vajon melyik ötödik variációval ez, és azt fogjuk megtudni, vagy mégis, hát nem tudom. Megint csak Szabolcs asztala következik. Nagyon keveset tudunk a cári Oroszország fólázásáról, de ilyen kis infomorzsák mindig voltak ebből, hogy hát, ha csak Ernesto Kollerre gondolunk, hogy Cesare Chiardira, aki ugye egész életét töltötte szinte, ők semmilyen vonatkozásban nem koketáltak a Böhmnek a modern fólájával, kivéve Wiener, de ő aztán el is ment onnan. A cári Oroszországban nagyon kevés bőmrendszerű fóla volt, ők megmaradtak végig az egyszerű rendszernek a variánsainál, és lényegében nekünk ez azért fontos, mert mi a metodikai forrásaink azok eléggé ezeket a szerzőkhöz, különösen a Wiener Köllerhez köthetőek, ami ugye hát egyértelműen nem bőmfólára írt dolgok. Ez egy feltétlenül fontos sajátosság. Akiket nem kell bemutatni, vagy mégis, a Doppler testvérek. Végre valahára, hogy a kezemben van az irat, amit mindig akartam látni, hogy a Philharmonikus Társaság alapítói. Hát ott föntről kell nézni az Anton Pfeiffertől. Fuvolás, Karl Doppler fuvolás, Franz Doppler fuvolás, és még két másik úriember, tehát gyakorlatilag az öt alapító között három fólás volt, mert hogy ugye hát most már tudjuk, hogy Anton Pfeiffer Anton is fólás volt, tehát ők mindig ugye németül írták vele az okiratokat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dokumentum, mivel itt zárójelben megérte, hadd jegyezzek meg, hogy ez nem a vicces történet van ehhez, hogy hát szerettem volna megtudni, melyik közgyűjteményben van a Philharmonikus Társaság alapító okirata, és írogattam ide, hát nálunk nincs, de volt, meg ez, és kiderült, hogy nincs meg, tehát nem találják, hanem ilyen Beszkennelt, tehát nincs meg az eredeti, azóta is keresik, amióta rákérdeztem. Úgyhogy ez egy roppant nagy szerzemény, hogy volt egy Beszkennelt példányok, és el tudták küldeni.
illetve hát visszautalva Anton Pfeifferre, Pfeiffer Antalra, és a fiára Adolfra van egy olyan adat, amit a könyvben is bizonyára sokan olvastak, hogy Doppler Ferenc és Pfeiffer Adolf közösen léptek föl egy fűztanak kompozícióban, legalább egyszer közösen is játszottak. Megint az egy nyelv kérdését feszegetjük egy kicsikét. Ez a díjai nyelv most már először előadás mindenítéken. A zenei nyelv az, hát hogy az opera játszással, ami azért viszonylag el volt mutatva a 19. században, de mégis a populáris opera dalok azok beszűrődtek azért a köztudatban, tehát volt egy ilyen réteg. Nagyon sok népi dallam forogott közkézen, ez megint csak a Rizsmókat állnak az asztalon, és bizony-bizony az improvizáció is, a népi improvizáció is szerepet kaphatott a játékba. Itt egy nagyon ilyen fondolatos módon Sárosi Bálint egyik gyűjtését raktam össze a Doppler Medaille Fantasia első soraival. Hát ugye, ahogy Sárosi Bálint leírta a Erlek Fóla, ahogy ő megnevezi, a népi játékosnak a játékát, nagyon hasonló notációt látunk, mint a Doppler Medaille Fantasia néhány sorában. Biztos, hogy a népies dalunknak is szerepe volt abban az zenei nyelvben, ami nálunk a 19. század folyamán volt. Hát egy teljesebb Doppler családfa, ez sajnos ilyen feketében van. Levágtam róla a Doppler Erzsébetet, mert olyan pici, hogy senki nem látja. Az egyik nagy erőfeszítés az az volt, aminek még nem értünk a végére teljesen, hogy ugye a Doppler testvéreket ismerjük, a szülőt is, ugye Doppler Józsefet, aki Oboán játszott, ott van fönt. De vajon mi volt előtte? Mert hogy annak próbáltunk utána járni annak az adatnak, hogy zenetörténész, akinek most nem fog eszembe jutni előlem, és doktáni hívta meg a Zene Akadémiára, ő felvetette azt, hogy bizony-bizony volt egy olyan adat, ami azt mondja, hogy Budáról kivándult egy Doppler család 1700-as évek első felében. És talán ez a Doppler család tért vissza az általunk ismert Doppler formájában, és ennek próbáltam meg utána járni. Az egyik kapocs, Doppler Ferenc fia, Doppler Leo, aki fólaművésznek készült, nagyon fiatalon meghalt, és nagyszülő, egy elméletileg hipotetikus nagyszülő, Leopold Doppler, aki Ausztria tengertén megtalálható. Lehet, hogy a Ferenc a fiának a nagypapa nevét adta. Ez lenne az összefüggés. Itt egy rosszul van húzva a vonal. Tehát itt férfi ágyban van a kapcsolat, ezt azt nem tudom képzelni. Tehát próbáltunk egy teljesen Doppler család felcsinálni, visszafelé az időben, és megnézni, hogy Dr. Isos Kálmán, most már beszélgetett a neve, felvetése vajon igazolható-e. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, de óriási jelentősége lenne annak, ha tudnánk azt, hogy a Doppler testvérek, itt a kapcsolat, hogy a Doppler testvérek azok nem megérkeztek ide valahonnan, hanem ők visszatértek több generáció után. Ez megint csak egy gyors adalék. Doppler lányok telkei, ezek valószínűleg nem befektetésnek vették, tehát nem ott laktak, ez nagyon-nagyon küldték, tehát ez Budapest határa volt akkor. Ez az IKEA, ott ahol a hév van, ez mi az? Ősvezértér környéki IKEA-nak, attól egy olyan fél kilométerre volt ez a terület, és hát ők voltak azok a lányok, ott bekarikázódik, akik a különböző, hát, különféle telkeket birtokoltak. És most akkor elugrott a dia, és volt még egy telek birtokos ott mellettük, aki úgy hívtak, hogy Nikolic Sándor, tehát valószínűleg közösen vásárolták fel ezeket a telkeket, a Doppler lányok és a Doppler tanítvány, mert a szájhagyomány úgy tartja, mivel hogy Doppler Ferenc Magyarországon intézményesen soha nem tanított, hogy a legfontosabb tanítványa volt Nikolic Sándor, aki előszeretettel játszott a ifjúkorában a Bicserő nehéz kompozícióit, illetve Brahmszal is fellépett, ezt említi a könyv, valamint hát láthatjuk itt ebből a nekrológból, hogy itt azért milyen magasságokba emelik Erkel Ferenc mellé, hogy mekkora veszteség az ő halála. És a könyvben
az egyik legfontosabb ilyen metodikai összefoglalót, az tőle maradt hátra, ahogy osztályonként lebontja, hogy milyen darabokat játszott, hogy milyen szerzőktől nagyjából elmondja az általa alapított zeneiskolában, hogy milyen tematika szerint tanítja a különböző osztályi gyerekeket. Ez tőle származik ez az adat, és ez nagyon-nagyon értékes. És minden olyan forrást beemel ebbe a környezetbe, aki erről a földrajzi területről származik, plusz még néhány prominens személyiséget így Közép-Európán kívül. Másik Doppler tanítványt látjuk, Kohler Gyula, vagy Julius Kohler, akiről keveset tudtunk eddig, vagy éppen szinte semmit. Ugye ő a Hajós 17 számú házban lakott, az operaházban, átsétált az operaházba konkrétan. És ő abban a különféle kalandoknak a nagy részese volt. Az egyik legfontosabb kalandja, ami a magyar fólázás szemlékeim is nem elhanyagolható, a bosztoni szimfonikusok első fólása volt egy évadon át, és ki is derül, hogy miért egy évadon át. Ez a lista leírja, hogy a bosztoniaknak a fólásai milyen modelleken játszottak. Hát Böhm Endre, ugye Böhm tanítványa Endre, Böhm, ő Kohler Meyer fólán, és mindenből kezdetek, hát tiszta sor, Luido, Vonville, Hengs, Lott, tehát ő volt a kakukk tojás ebben a történetben, de ez elegendő volt neki arra, hogy bemutassa vértől ősbemutató formájában Doppler Ferenc magyar fantáziáját, de itt van Julius Kohler szólista, fantázik azt a lányomra, tehát nincs kétség, hogy azt a darabot mutatta be, felhozsleg talán zenekari kísérettel, igen, nagyon fontos. Megint csak egy olyan forrás, aki én úgy találkoztam mindig versekkel, hogy ilyen régi zeneiskolai szekrényeket kinyitottam, és akkor alul volt valami ilyen 80-szoros fény másodokban ilyen versákkodta, és nem tudtam, hogy ki az. És akkor elkezdtem ennek igazából, most már legalább egy-két évtizedet itt a nyárján, ki az ember, és mindenképpen hát láthatjuk azt, hogy ez nagyszerűen az erdélyi százfok fővárosa, ő ott nevelkedett, az biztos, hogy ott nevelkedett, az 100%. És két adatot is láttunk vele kapcsolatban. Hát az egyik legfontosabb az nincs a képen az, hogy ő volt az, aki a japán császári családbanak koncertet adott. És hát nem tudom, hogy mennyire fordulnak fúlások, de én csak a Google-t tudom legközelebb, aki háromszor adott ilyen belső koncertet a császári családnak, plusz még kurzust, mert ott nagyon sokan fúláznak a japán császár családjában. Tehát ő volt az, aki a fólát elvitte keletre, de nem a bőnfólát vitte elő is, hanem szépen a gélábas modellt vitte magával. És érdekes adat, hogy az ő lánya, aki énekesnő volt, született egy gyermeke, ez a anyakönyvi bejegyzés, ahol írják, hogy Adolf Intersak, Musikdirektoris fia, tehát a zeneigazgató lánya, tehát biztos, hogy az ő lánya volt. A másik fontos, vagy inkább érdekes adat, ez egy aukción találtam. Tersák Emil, Tersáknak a fia levelezik Gidó Falvi Géza professzorul, aki a magyar gyorsítás úttörője. Tehát nekik azért elég komoly magyar kapcsolatai voltak. És a Tersákkal bőven foglalkozik a könyv, úgyhogy fontos személyiség, de még ennél is fontosabb Buruza Adolf, aki szintén megjárta az Egyesült Államokat, még fiatal korában. Hát most nem tudom, igen. Fóla szóló Demersmantól játsza, Ervarié, hát ez körülbelül bármi lehet egy Ervarié, de biztos, hogy virtuóz mű, úgyhogy ő megfordult az Egyesült Államokban, valahogy ő is Boston Symphony Orchestra klubban játszott, és hát ő lett bizonyos különböző események szerencsés vagy szerencsétlen összjátéka folytán, ő lett a magyar fóla oktatás atya azzal, hogy ő lett az nekem első fonatára. Lehetett volna Doppler Leo is, lehetett volna Nikolics is, akár még Doppler Ferenc is lehetett volna, de hát sajnos ez így alakult, és tulajdonképpen nem is annyira sajnos, mert egy nagyon-nagyon felkészült embert kaptunk, itt már nagy bajusszal látható. Tehát az utolsó gondolatunk az lenne, hogy ő egy Hamburg környékén született ember, egy német ember. Ez a Fóla iskolája, ebből csak gyorsan mutatnék pár mozzanatot, nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket, tehát pontosan határozott meg, hogy mikor jelent ezek kötetnek, és nagyjából meg tudtuk pár hónap eltérésre határozni, hogy ez
ez mikor jelent meg, eléggé a pályája végén, és az, ami rendkívül érdekes, hogy bár ő az egyszerű rendszert tárgyalja, de példátlan módon, és ezt mondhatjuk, hogy nem írt más ilyen iskolát világosan senki, hogy a bőnfólára is külön gyakorlatokat ír, és a bőnfólát is kezdeményezi, nem rekeszti ki a saját gondolkodásából. Fogások és trillákat ír, ugye minden lehetséges a régi rendszered is. A fogások a bőnfóra számára, tehát teljes mértékben tárgyalja a két rendszert, nyilván a sajátjával foglalkozik a legtöbbet, de nem idegen tőle a bőnfóra. Ez nagyon fontos, mert ez megnyitja az utat végre nekünk a modern hangszer felé. És akkor megint visszacsatolunk Kenei Zoltánhoz. Hát itt a hangszerek kavalkádját látjuk itt ezen a képen. Gyakorlatilag ugye hát Kenei Zoltán balra, az ő hangszólájával, aztán Kovács Imre bácsi valamilyen rendszer, az ott elég nehéz megállapítani. De ezek hát egyértelműen vegyes képet tudott a magyar fólázás, a professzionális magyar fólázás is nincs lerögzített modellje, nem is lehet ugye javaslódni mögött, hogy milyen hangszert használunk, és ezért ugye a metodika is ezzel kapcsolatban elég itt döcög. És itt felállható ugye a Kenei Zoltán helyes hangképzés, tiszta intonáció, már a címében is jelzi, hogy ez a két dolog összefügg. Tehát az helyes hangképzés, meg tiszta intonáció, az kéz a kézben jár, szerintem ő erre gondolt. Ez 64-ben jelenik meg ez a cikk. És ebben emlegeti a Morse-féle megközelítést. Nyilvánvaló, hogy ismerte a Blasonerit-ét Kenei Zoltán, de az ezzel nem lehetett az 62-ben, vagy 64-ben így előjönni. És ha megnézzük a dátumokat, akkor láthatjuk azt, hogy az ő fólaiskolája az egy olyan bő 10 évvel korábban jelent meg. Tehát azért ezt az ifjúságnak mondom, hogy ha megjelent mondjuk a 1950-es években Rákosi Attila fólaiskola, egy központi tananyag, akkor onnantól kezdve mindenki azt tanította a következő szeptemberben. Tehát nem volt olyan, hát akkor én majd meggondolom, mert ne, onnantól ott nem volt mese, tehát mindenki olyan ifjús fólaiskolát tolta, és valahogy, mintha önmagára, ugye a kommunista időkben mondták, hogy önkritikát gyakorol, vagy hogy mondták ezt. Mint ha önmagára reflektálna jelenik, mintha ez a fólaiskola nem töltötte volna be a küldetését, mert a helyes hangképzés, ez tiszta intonációt kér számon, hát ő írta a fólaiskolát, akkor tulajdonképpen saját magát kéri számon ebben. És nyilvánvalóan ezekkel a hiányosságokkal ő is tisztában volt, hogy kapott egy lehetőséget, írt egy fólaiskolát, Bulózéra nem hivatkozhatott, franciákra nem hivatkozhatott, maximum esetleg német példát hozhatott. Tehát egy teljesen elszigetett környezetben kellett neki megoldania, metodikával ellátni az épülő magyar zeneiskolai házadot. Hát nem egy hálás feladat, és azt kell mondjuk, hogy ez a fólaiskola ma napjainkban már nem tudja betölteni azt a küldetést, amit akkor betölthetett. Úgyhogy így érkezünk el az előadás végére, de mielőtt még ez egy teljesen improvizált dolog, itt van egy kép a teremben. Megkérjük a másikat, hogy olvassál mindent. Itt a jobb alsó sarkában. Werner-ke H. 1937. A rajz, over, után. 1800-as. Igen, ez előadó szerencsére. Ez a dolog, mert hát itt látunk, hogy ugye hát naná, hogy a fólás látjuk, és naná, hogy nem is adom meg a faja környékén, de van fontosabb is. Tehát, ha nézzük csak meg pontosan, van ott Citabella, nincs Citabella a képen, de még láncít sincs. Tehát ez biztos, hogy 1848-49 előtti történet, vagy hát modern festmény, 1800 itt is van. Igen, ez az utánfestmény, tehát ez egy másolat. De az eredeti az 1800. És ugye ott fólázik a jó ember, gitár kísérettel, és ez összecseng azzal, amit nem domboltattam talán annyira ki, hogy rengeteg irodalmi képjutaláson a fólára a magyar adatokkal. Tehát ez akkor tűnik el fel, amikor elkezdtünk ezzel a könyvvel foglalkozni. És nézzük csak meg a fólás, újra a fólát, és tudod, egy gitár szól. Ezt nagyon kevesen tudják. És számomra is rendkívül meglepő volt, hogy statisztikailag fóla gitára több darabot írtak, mint zongorára. Valahol. Tehát egy őrület. Tehát ez a dilentáns mozgalom meg egy olyan bázisa volt az, hogy fóla és gitár, vagy fóla, hogy hát
ezen a képen is megjelenik. Úgyhogy pont egy ilyen teremben vagyunk, ahol egy ilyen bizonyíték látható. Végezetül legújabb adatok. Megkérte Balogh-Bajra, hogy mivel most jelenik meg az ő csodálatos kiadványa, ez is a mi témakörünk, ugye Verebi Végi Ignác, ugye dilettáns arisztokrata fólamügész volt, igen képzett, és igen nehéz darabokat ajánlottak neki, illetve felmerült egy adat, ez annyira, hogy ez most ezen a héten nem jut föl, hogy előkerült egy olyan dokumentum, ugye itt Verebi Végi Ignácnak a zenekarára nyilvánkodva is Románban, és volt neki egy fólása, aki nem más, mint Herb Pfeiffer, hát, hogy hipotetikusan eljátszott a gondolattal, hogy ez Pfeiffer Antal volt, aki talán nem csak az nekar fólása volt, hanem hogyha az időt nézzük, akkor még nem volt akkor 20 éves, amikor ez az adat megjelent, hanem lehet, hogy a végén azt tudtam fólászni, egyfajta mester tanítvány ráncolat, ha igaz, akkor ugye az ő fia volt az, aki Doppler Ferenccel együtt játszott, és az ő fia volt az, akivel teljesen találkozott Odesszába. Tehát volna egy ilyen nagyon szép elegáns 19. századon átívelő mestertanítvány láncolat ebben a témában, és még a Vera arra kért, hogy keressétek Newtonnak ott a kapcsolatba, illetve hát a Fontrénnál megvásárolhatjátok. És ennyit tudok erről a témáról, illetve ennyi még sokkal többet tudok mondani, de szerintem ennyi az, ami így gyorsan megemészthető ezzel az egész könyvvel kapcsolatban. Úgyhogy bátran a könyvvel, tehát nem baj, hogyha elfáradtok benne, olvasgassátok előbb, hogy össze fog állni. Egy kis segítség volt közben. Köszönöm szépen!